Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 768. éneket. A második verstől a negyedik versig végig énekeljük, mint az alélt bús virágra, megújító harmatot, vérző szívem fájdalmára, csak te hintesz balzsamot. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek szent igéjét Máté evangéliuma 20. részéből a 20. verstől kezdve olvasom elsőként. Ekkor hozzá lépett Jézushoz Jakab és János, az Ebedeus két fia, és így szóltak hozzá: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták neki: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön, majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, hogy mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? Mert az embert fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Isten tegye áldottá az igének hallgatását, szívünk befogadását és annak megtartását. Hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Urunk, erős hittel várjuk életadó lelked kiáradását, ahogyan az ének szóban is kértük, hogy halandó testünk megelevenedjen, értelmünk megújuljon, szívünk enyhet találjon, és a te igéd üzenete elérjen egészen a szívünkig, a mi lelkünkig. Magadnak teremtetted népedet, Urunk, hogy hirdessük a te dicséretedet. A te alkotásod vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtettél, hálaadásképpen.
Ezen a napon is, de az elkövetkező héten is legyen minden gondolatunk, minden cselekedetünk és minden érzésünk a te dicséretedre és dicsőségedre. Arra kérünk ezen az Isten tiszteleten is, legyél jelen szent lelked által, Jézus Krisztus nevében, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, az Isten tisztelet előtt már áténekelt 662. dicséretnek a második verszakát énekeljük, amit az iskola rendszerben kezdő imádságként is szoktunk mondani. Így kezdődik: szívből könyörgök néked, kegyes teremtő Istenem. Istennek szent igéjét először a Lukács evangélium a 18. rész 9. verstől olvasom, a farizeus és a vámszedő példázatából. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. És olvasom még Istennek szent igéjét a mai napra kirendelt újszövetségi igéből, Máté evangélium a 23. rész 27. verséből. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival, és mindenféle tisztátalansággal. Amen. Helyünket elfoglalva, figyelmesen hallgassuk az ige magyarázatát. Kedves testvérek, a mai napra kirendelt igének a magyarázatát röviden, néhány mondatban teszi meg Pentaller Attila nagytiszteletű úr, kedves szarvasi református lelkipásztor barátunk. Pentaller Attila következőket írja: ezek a mondatok olyannak mutatják be Jézust, ami sokak Jézusról alkotott képétől idegen. Nem ájul el a vallásos porhintéstől, nevén nevezi a bűnt, és nyíltan beszél a lelki vakságról, rámutat a képmutatás árulkodó jeleire. Hát mi a baja Jézusnak ezzel a magatartással, amiről itt több helyen olvastam, három szakaszból is vettem igét, az ige üzenetét, azért, mert mind a három helyen ugyan arról a magatartásról beszél, példázatokban főként, mondásokban Jézus. Mi a baja Jézusnak ezzel? Mielőtt a farizeusokra térnénk, általában azt látjuk, hogy az embereknek
de még a Jézushoz legközelebb álló tanítványoknak is, tehát akik ott vannak a közvetlen közelében, és 3 éven keresztül járnak, kelnek vele, és hallgatják az ő tanítását, még nekik is ugyan félreérthető Jézus Krisztus üzenete, nekik is hamis képük van Istenről, az Isten népéről, és a saját maguk helyéről az Isten előtt. Az első történet, amit olvastam, Jakab és János, itt ülők legtöbben ismerik, a Zebedeus fiainak nevezi őket legtöbb helyen a Szentírás. Ők Jézus Krisztusnak a tanítványai voltak, és ugyanez a nagyon furcsa viselkedés látható rajtuk is. Mivel találkozunk? Azzal, hogy Jézus Krisztus már 3-szor beszél arról, hogy egyszer csak majd eljön az az idő, amikor a vallási vezetők halálra fogják őt ítélni, átadják a pogányoknak, nyilván itt a római hatóságokra kell gondolni, kigúnyolják, megkorbácsolják és meg fogják ölni. Először, másodszor, 3-szor szól nekik erről. Többször elmondja. És ebben a helyzetben ennek a 2 tanítványnak, mit olvastam, hogy mi a legfontosabb? Oda mennek egy kéréssel, nem sokat értettek meg, úgy néz ki Jézus tanításából, nem is figyeltek arra, hogy miről beszél, mi fog következni, mi vár rájuk. Ennek a 2 tanítványnak mi a legfontosabb baja? Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön, majd dicsőséges uralkodásod idején. Ők a saját malmukra hajtják a vizet. Nincs okunk meglepődni rajta, nem ez az első alkalom, hogy a tanítványok így viselkednek, és nem értik meg, amit Jézus Krisztus elmond nekik. És mivel Jézus ezt tudja, hogy nem értik teljesen, hogy ő miről beszél, és hogy mi fog következni, ezért helyre is teszi őket, és azt mondja, nem tudjátok, hogy mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És nyilván itt ez a pohár az ő eljövendő szenvedéseire utal, vagy az Isten haragját is jelenti, több helyen a Bibliában a harag poharát szokta említeni a Szentírás. Valahogy Jézus azt szerette volna mondani ezzel a tanítványoknak, hogy meg tudjátok tenni, amit én fogok, el tudjátok viselni az Isten haragját, ami az emberiség bűneivel szemben ott van, el tudjátok-e viselni azt a büntetést, amit a bűn megérdemel, el tudjátok-e hordozni Isten ítéletét, hogy ezzel másokat megmentsetek? Természetesen nem lehet, egy ember nem képes erre, de a tanítványok nemhogy a másik embernek a bűnéért vagy tetteiért vállalnának felelősséget, és az azért járó büntetést hordoznák el, ennyire áldozatkészek lennének, hanem a saját maguk helyével, a saját maguk dicsőségével vannak elfoglalva. Arra számítanak, hogy amikor Jézus uralma megvalósul, akkor hatalmas tülekedés lesz majd a legjobb helyekért, ezért úgy döntenek, hogy legjobb már most előrelátónak lenni, megejteni az előfoglalást, ugye, hogy nekik legyen helyük majd a mennyországban egészen Jézus közelében. Kivételes bánásmódot szeretnének. Milyen kicsinyes és megmosolyogtató, hogy miközben Jézus az ő szenvedéről és haláláról beszél, ők a nekik kijáró helyért tülekednek. Amit lehet, hogy meg akarnak szerezni, valószínű, hogy a státusz fontos nekik. Rendkívül ambiciózusak, ki vannak éhezve a hírnévre, hogy őket elismerjék. Nem is olyan meglepő, hogyha megnézzük, hogy ezek a tanítványok honnan származnak. Ezek a tanítványok egyébként ugye Zebedeusnak a háznépéből valók, itt egy családi halászatuk volt, és nagy valószínűséggel, ahogy a Szentírásból olvassuk, ennek a Zebedeusnak voltak szolgái is. Tehát ezek a fiak, a Zebedeus fiak, Jakab, János, úgy szoktuk ezt mondani, Szentírás nem használja ezt a szót, ki voltak kimélve. Tehát valószínű voltak szolgáik, akik elvégezték az alja munkát, azt, amit ők nem biztos, hogy el akartak végezni, és ehhez hozzászoktak. És lehet, hogy Jakabnak, Jánosnak hiányoztak a szolgák, akik a kívánságukat lesték volna, és talán még készek is voltak Jézusért otthagyni az otthonukat, természetesen akkor, hogyha cserébe kapnak egy kis hatalmat és tekintélyt. És itt jutunk el a következő ige szakaszhoz, amit olvastam, a farizeusokhoz.
Mert hogy ugyanezt látjuk a farizeusok viselkedésében. Milyen is a farizeusok viselkedése? Hát először is nekik is a kiemelt helyek kellenek. Mindeközben mondják, de nem élik meg a hitüket. Tehát lehet, hogy beszélnek róla, lehet, hogy hangosan imádkoznak, ezt látjuk a Szentírásban, az utcasarkokon, a tereken kiálltak azért hosszan, bőbeszédűen imádkozni. De pont Máté evangéliuma elején olvastuk néhány héttel ezelőtt a napi igékben, hogy Jézus azt mondja, nem biztos, hogy erre van szüksége az Istennek, hogy bőbeszédűen szaporítsátok a szót az imádság közben, azért, hogy titeket lássanak az emberek, hogy milyen szépen tudtok imádkozni, hanem sokkal őszintébb az, amikor tényleg megvallod a bűneidet, tényleg őszintén odafordulsz Istenhez. Mondják tehát, de nem élik a hitüket ezek a farizeusok, nem lesz valósággá az életükben az Isten ügye. Jellemző még rájuk az, hogy mércét állítanak. De általában ez a mérceállítás, ez nem saját magukra vonatkozik. Ez a mérceállítás, ez másokra vonatkozik. Másoknak mondják meg, hogy mit kellene tenni, mit kellene csinálni a másik embernek. És olykor elhordozhatatlan terhet raknak, rónak ezzel a másik emberre. De, és ez a nagyon érdekes, hogy azt látjuk a Szentírásban, a farizeusok úgy gondolják, hogy rájuk ez nem vonatkozik, mert ők tökéletesek. Aztán mit csinálnak még ezek a farizeusok? Ítélkeznek mások felett. Azt mondja itt a példázatban szereplő farizeus és vámszedő példázatában szereplő farizeus, hogy én nem vagyok olyan, mint ez. És rámutat arra a bűnös vámszedőre, és azt mondja, hogy én nem teszem ezt, meg ezt, meg ezt, én nekem nincsenek ilyen bűneim, tehát én jó ember vagyok. És ezzel ők túl is lépnek az egész kérdéskörön, nekik nincsen szükségük Isten irgalmára, azt gondolják Isten kegyelmére, de a másik embernek bezzeg, annak szüksége van erre. És éppen ezért felfuvalkodottak lesznek, egyfajta vallásos gőg jellemző rájuk, és ezzel a magatartással az egész környezetüket rossz irányba viszik egyébként. És nem utolsó sorban, mivel ez nem az őszinte valós életük, ez egy felvett vallásos köpönyeg, egy színmáz, egy külsőség, ezért igazából a képmutatás jellemző rájuk, úgy vannak vele, hogy amíg ezt a vallásoskodást mutatják, addig rendbe lesznek az emberekkel és az Istennel is. Mondtam, hogy a Bibliaolvasó kalauzban talán néhány mondat van ennek az igének a magyarázatáról, 2-3 mondat, de annál súlyosabb mondatok, mert ezzel folytatja a magyarázat. Nehéz ez a rész, mert minket is kérdez. Mit gondolsz, miért a vallásos embereket feddi Jézus, és miért nem a cégéres, köztörvényes bűnözőket? Úgy is feltehetném ezt a kérdést, bennünket is kérdez az ige. Jó, eddig a lelkész beszélt innen a szószékről, a farizeusokról, 2000 évvel ezelőtt élt vallásoskodó emberekről, de mi közöm van nekem ehhez? Miért érint ez engem? És ezt a kérdést kell feltenni ezen a mai délelőttön, mert hogy én azt gondolom, hogy mindannyiunkban vannak olyan dolgok, amit én itt most, jelen pillanatban, az előző néhány percben a farizeusokkal kapcsolatban felsoroltam. Mert hogy arról beszéltünk itt, hogy ők mondják, de nem élik meg a hitüket. És tudják, tisztában vannak vele. Lehet, hogy ti is, akik most itt ültök, tisztában vagytok Jézus tanításával. Ismeritek tényszerűen. Tudjátok, hogy mit mond a Biblia. Tisztában vagyunk az Isten igazságával. És akkor fordítsuk le a saját életünkre, ha ezt nem éljük meg a mindennapokban, ha nem válik valóságá a mindennapokban számunkra az Isten igéje, akkor viszont elveszítjük a lényeget. Mert attól, hogy ismeri valaki, tudja, hogy a betegségére van gyógyszer, de nem veszi be a gyógyszert, nem fog meggyógyulni.
Nagyon fontos, hogy az Isten igéje váljék valósággá az életünkben. Aztán a mérceállítás. Hát én azt gondolom, hogy ránk is jellemző az, hogy mi nagyon jól tudjuk, hogy a másik embernek mit kéne csinálnia, meg hogy a másik embernek hogyan kellene élnie. Amikor szétnézünk a környezetünkben, azt mondjuk, hogy hát én ezt másképp csináltam volna. Gondoljuk csak át, hogy hány ilyen ember van a környezetünkben, akár családtagjaik, közvetlen ismerőseink, vagy a munkahelyen lévők, a környezetünkben élő emberek, kire azt mondjuk, hát ezt elrontotta, én ezt másképp csináltam volna, én ezt tudom, hogy hogy kellene megcsinálni. De nem azon gondolkozunk el, hogy nekünk milyen hibáink vannak, nekünk milyen dolgok vannak az életünkben, ami nem odavaló, amit másképp kellene végezni. És ekkor kellene tudni okosnak lenni. Ekkor kellene tudni azt mondani, hogy igen, én megláttam azt, hogy nekem az életemben mi nincs a helyén, mi nincs a rendjén, és nekem kellene tudni abban Isten segítségét kérni, hogy tudjak változtatni rajta. Hát aztán a kedvencem az ítélkezés mások felett. Hát milyen gyorsan ráhúzzuk a vizes lepedőt másokra, és azt mondjuk, hogy na ez aztán, ez biztos el fog kárhozni. Amit ez művel, hát ez szörnyű, ez katasztrófa. És miközben megítélünk másokat, nem biztos, hogy a saját életünkben, a saját házunk tájékán minden rendben lenne. Mi is ugyanúgy kimondjuk, mint az a farizeus ott a példázatban, hát igen, ez itt, hát nem tudom, mit akar Isten előtt, de én jó ember vagyok. Én alapvetően nem csinálom azokat a dolgokat. És ezzel mi is ugyanúgy túllépünk, és azt mondjuk, nekem nincsen szükség Isten kegyelmére, én jól megvagyok a saját életemben. Alapvetően nekem nincsenek nagy hibáim, pont. És ezzel aztán el is veszítem azt a lehetőséget, hogy kérjem az Isten szent lelkét, járjon át és mutassa meg, világítsa meg az én életembe, hogy mi az, ami nincs rendjén, és ezen tudjak változtatni. És aztán innentől kezdve csak egy lépés, a jó embernek a képmutatása, hogy ezt folytonosan, folyamatosan tovább vigyem, fenntartsam ezt a látszatot, és el is jutottunk a ma vallásos emberének a leírásához. Az az igazság, hogy az a különbség itt a példázatban a farizeus és a vámszedő között, hogy még az egyik meg volt győződve arról, hogy ő tökéletes ember, ő nagyon jó ember, és ezért nincsen szüksége Isten kegyelmére, ezzel elveszítette az Isten kegyelmének a lehetőségét, hogy kiáradjon az életébe. Míg a másik ember, a vámszedő, bár bűnös volt, ezt látta, tudta magáról, tisztában volt vele, hogy ő neki milyen az élete, és oda tudott fordulni Istenhez, és Isten kegyelméért könyörögni. És higgyük el, hogy Isten elkészítette mindannyiunk életében a megoldást arra, hogy mi meg tudjunk változni, mi kijöjjünk a bűnös, vétkes életvitelünkből. Éppen ma olvastam Max Lucádótól, amikor a tiltott gyümölcs roppanása még visszhangzott az édenkertben, ő már a Golgota felé vette az irányt. Ez az isteni kegyelem. Tehát amikor a bűnt elkövette az első emberpár, ott az édenkertben már ott volt az Isten kegyelme, a protoevangélium, hogy jön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a sátánt, akinek lesz hatalma arra, hogy elvegye a bűnökért járó büntetést és az ítéletet rólunk. És ez az, ami a vámszedőt kihozza az ő bűnös állapotából, megvallja az ő vétkeit Istenhez, fordul, Isten pedig megbocsát neki. Míg a vámszedő tisztában van a bűneinek a súlyával, az a nagy dolog, hogy ő azzal is tisztában van, hogy milyen nagy az Istennek a kegyelme. És amikor arra a kérdésre keressük még a választ, hogy mi a különbség akkor tehát Jakab János, Jézus tanítványai, a farizeusok, és általában a ma vallásos kodó emberének a viselkedése, és ott akkor vele szembeállított vámszedő, és maga Jézus Krisztus
között. Az, hogy Jakabnak, Jánosnak, a farizeusoknak eszébe nem jutotta az alázat, a szolgálat, semmi más nem akartak, mint hogy nekik szolgáljanak. És az ő személyük legyen kiemelve, és Isten ismerje el azokat a dolgokat, amiket ők letettek az asztalra. És ezzel szemben Jézus Krisztus pedig a kereszt útját választotta, vagy az a vámszedő, aki ott megalázkodva még az égre sem meri emelni a tekintetét, az alázatot választja, lehajtott fejjel, imádkozik bűnbánattal Istenhez. Ebben a helyzetben ők egy teljesen más utat választanak, az Istenhez vezető utat. Jézus Krisztus maga is a keresztet választja a trón helyett, a tövis koronát választja az aranyból készült helyett. És Jézus ezzel a feje tetejére állítja a dolgokat, a példázatban mondja ki ezeket a szavakat, aki megalázza magát, az fog felmagasztaltatni. És hogy hogyan lehet mindezt megtenni, mi hogyan juthatunk el idáig? Úgy, mint ahogyan a vámszedő, mondjuk ki együtt, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Adja Isten, hogy így legyen a mi életünkben is. Ő irgalmazzon nekünk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most fennállva csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Dicsőséges Úristen, aki elbocsátottad közénk szent fiadat, ami Urunk Jézus Krisztust, hogy önmagát megüresítve, engedelmesen elvégezze a megváltás áldott művét a kereszten. Ő alázatos és engedelmes volt a keresztfának haláláig. Bemutatta engesztelő áldozatát értünk, ami üdvösségünkért elszenvedte a halált. Mi pedig, mai vallásoskodó emberek, győzni akarunk, s rettegünk a vereségtől. Bár felfelé tekintünk, de azért, mert nem akarunk lehajtott fejjel megalázkodva bűneink felett megszomorodni. Saját kezünkbe akarjuk venni a sorsunkat, és vonakodunk bizalmunkat szent fiadba vetni. Bocsáss meg a nagyravágyás rontó bűnét, emlékeztes arra, hogy Krisztus halálába keresztelkedtünk meg, hogy vele együtt halljunk meg a bűneinknek, és vele együtt új életben járjunk. Urunk, vedd el a félelemnek a lelkét, ami gúzsba köti gondolatainkat, és eltéríti a legjobb szándékunkat is. Adj nekünk hitet, és adj nekünk alázatot, hogy megtagadjuk önmagunkat, és keresztünket naponként felvegyük, és így kövessük a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Annak nevében kérünk, aki szenvedett, meghalt, feltámadott és felment a mennybe, ahol örökkön örökké él és uralkodik veled, Atyánk, és a Szentlélekkel, egy Isten, mindörökké. Amen. Most együtt mondjuk el felhangon a mi Urunktól, Jézusunktól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, és közben keressük ki a záró éneket, a 744. dicséretet. Gyülekezet életére vonatkozó hirdetések között elsőként alkalmainkat szeretném hirdetni. Kedden 17 órakor bibliaóra lesz az újvárosi gyülekezeti kisteremben. Csütörtökön 17 órakor pedig a belvárosi gyülekezeti házban. Vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk az újvárosi gyülekezeti nagyteremben,
és vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz itt a belvárosi református nagy templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket ezekre az alkalmakra. Temetést hirdetek, az elmúlt héten eltemettük Benedek Ferencné született Kovács Mária Anna 85 éves testvérünket. 2022. március 8-án elhunyt Juhász Károlyné született Balogh Katalin 86 éves testvérünk. Temetése március 28-án hétfőn 11 órakor lesz az alsó részi temetőben. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. Emlékharangokat is hirdetek. A hét elején, március 21-én 9 órakor belvároson emlékharang szólt egykori presbiterünk Gonda Zsigmond halálának 11. évfordulója emlékére, emlékezett családja. Március 26-án, tegnap este 18 órakor itt belvároson emlékharang szólt Kupai István halálának 41. évfordulója emlékére, emlékezett leánya. És március 27-én ma itt Isten tisztelet után belvároson emlékharang fog szólni Nagy Lajos halálának 22. évfordulója emlékére és felesége Nagy Lajosné született Kis Jolán halálának 7. évfordulója emlékére emlékeznek gyermekeik családjaikkal. Isten adjon áldott emlékezést e családoknak. Kis újságunkban találunk még híradást részletesen soronként az adományokról, mindösszesen 68.350 forint adomány érkezett, köszönet az adományokért, továbbra is adakozzunk jó kedvel, mert a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Valamint a Nőszövetség húsvéti vásárát is hirdetem, most megtalálható a főtér felől a kijáratnál, és idén a vásár megtalálható még a kis újságunkban leírt helyszínek mindegyikén a következő hetekben, húsvét vasárnapig. Köszönet a Nőszövetségnek és a Picifi ifjúsági körnek az előkészítésért. Isten legyen gyülekezetünknek őrizője és pásztora. Kedves testvérek, először énekeljük a 744. éneket mind a 6 verszakával. Így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
fennállva áldásvétele előtt énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Én pedig szüntelenül remélek és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.